átlovagolunk a Thália színpadára. Mennyi? Három nap van, ugye, a bemutató? Igen, időben. Három nagyon sűrű nap. Eddig is sűrű volt, gondolom. Igen. Nem? Igen. Igen. Hát a doktor úr Molnár Ferenc egyik legsikeresebb darabja. Teszem hozzá, rögtön az első színpadi műve, ami olyan nagyon-nagyon sikeres született. Nehéz próbálni? Nem nehéz próbálni. Most nem áruljuk el, hogy voltak akadályok, majd később beszélünk. Igen, róla, de ahol ilyen nagyon sok akadály gördül a színpadi munkának elébe, azt azért elég jó produkciók szoktak születni. Talán pont azért, mert ez az embert még jobban sarkalja arra, hogy megcsináljuk ezt a bemutatót. Azért kérdezem, mert hogy ugye, hát ez tulajdonképpen egy prózai darab, Zerkovics Béla dalaival megtűzdelve, és ez a te igazi oldalad, a musical színészet, tehát azért neked ez inkább prózai feladat, igaz? Igen, hát az enyém igazából az operett színészet, az operett Lehár és Kálmán, de ez egy nagyszerű kirándulás és egy nagyszerű lehetőség, akár még egy primadonna részére is, hogy egy kicsit a prózára. Mi is kirándultunk, ott voltunk a próbán, és nézzük meg, milyen eredménye. Én úgy érzem magam, mint egy mennyasszony a nász éjszakára előtt. Tehát mindig kövesse az utasításaimat. Molnár Ferenc első színpadi művét, a Doktor urat nagy sikerrel mutatta be a Vígszínház 1902-ben. Pillanatok alatt ismerté vált a darab minden hállyal megkent gátlástalan ügyvédje, Doktor Sárkány, és társa a bűnöző múltú Sármos Puzsér. Jó, szóval kár... Tényleg máról szól ez a színdarab, a sztárságról, az ügyvédekről, ugye a politikáról, hogy mennyire előtérbe kerültek ezek a dolgok. És hogy mennyire mindenki ezért hajt, hogy a címlapokon lehessen. És hát ugye a Sárkány ügyvéd is ezt, ugyanezt teszi, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ő legyen a sztár. Szerintem Molnár Ferenc az egyik legnagyobb magyar színpadi szerző, úgyhogy az ő munkáiban könnyű dolga van a színészeknek, mert nagyon jó nyelvezete van, nagyon helyes a szituációs érzéke, nagyon tudja ezeket a játékokat, tehát úgy van megírva a dolog, úgy van az ember szájába adva, hogy a legkönnyebben lehessen megcsinálni. Csató! Jó estét! Pont most gondoltam magára, üljön le! Végre, egyedül! Se nem végre, se nem egyedül, a húgom ott van a másik szobában. Üljön le! Nézze, milyen figyelmes vagyok, ez a kis kosár... Micsoda? Szabodza. Ez a fosgó pedig boldogult klikóhöz vegye. Tessék, micsoda figyelem. Igazán sajnálom, hogy így lekenyerezed, mert én éppen golombáskodni akarok magával. Jaj, te jó! Ez egy házi barát tulajdonképpen, és aztán közben kihasználja az alkalmat, hogy esetleg, hogy udvarolhasson a feleségnek és az ügyvéd úr feleségének. Hát ezek különféle társadalmi összefonódások, üzlet, rendőrség, az ügyvéd, a védőügyvéd, a betörő, ezek alkottak egy ilyen hármast, együttműködő hármast, amiből aztán persze természetesen egymás közötti konfliktusok is kialakulnak, közben ez elkezd udvarolni még az asszonynak, ez még egy mellékeság ebben. Jöjj, édes hallgass rám, szökjük meg angyalkám, titokban lázutazni jó. Szóval az ügyvéd szép felesége Sárkányné flörtöl a rendőrkapitánnyal. Igen, ugye? Egy kicsit úgy mondjuk, hogy bizsereg. Bizsereg, de aztán hát ki tudja, hogy mi lesz ebből, nézzék meg, aki még nem látta a doktorat. Bár ugye hát ezt a magyar színpadokon nem először látjuk. Én például elolvastam a Wikipédián a te rövid szakmai önéletrajzodat, és ott van, hogy néhány évvel ezelőtt a Sárkánynét már játszottad. Ezt valami látnok írhattam, mert én még soha nem játszottam a Sárkánynét. De hát igaza lett végül is, mert most eljátszhatom. Volt egy kis baj. Igen. Ugye Puzsér, ez a minden hájjal megkent közönséges tolvaj, aki az úri közönség soraiban nagyon jól érzi magát, ez egy hálás szerep, ez Bajor Imié volt ez a szerep,
Csak hát íme rosszul lett, hogy majd tudjuk egy újságból, egy, majd valamelyik labban reggel olvastam, hogy szigorú házi őrizetben van most ott. Igen, igen, és ezúton szeretnék a társulat nevében neki jobbulást kívánni, gyógyuljon meg. És aki beugrott helyette? Az Faragó András, aki vasárnap éjjel kapta meg a szövegkönyvet, vagyis tulajdonképpen csak a hírt, a szövegkönyvet az csak hétfő reggel vette föl, mert ugye éjszaka nem foglalkozik egy színész a szövegkönyvvel, és már hétfőn ő próbálta a darabot. Mint egy 50 oldalas is egyszerű szövegkönyvről rettenetes, van szó. Iszonyatos de massza. Most, ahogy itt az előbb a felvételen nyilatkozott, ő nagyon-nagyon szeretheti ezt a darabot, és talán ezt a figurát is. Bár játszott doktor úrban, de nem puzér volt. Cseresnyést játszott. Cseresnyést játszott igen. Korábban. De nem a Böhm Gyuri féle átiratban, ugyanis ő a darabnak a dramaturgia. És a, még hadd említse meg Lőcse Jenőt, aki a koreográfiákat csinálta, és Korcsmáros Györgyöt, aki rendezte. Hát akit egyébként vártunk ide, de hát sajnos ő nem tud, nagyon el van foglalva most ezzel a dologgal, valami érthető. Igen. Mi az, hogy ez egy olyan adaptáció, hogy nagyon a színészekre írták a dramaturgiát, tehát a Böhm például azt olvastam, hogy ő kifejezetten arra figyelt, hogy melyik szerepet melyikőtök játsza, és akkor az szerint alakítja a darabot. Ez hogy kell érteni? Hát úgy, hogy a Böhm Gyuri mindannyiukat nagyon jól ismer, mint színészt és mint embert is, és főleg az, hogy talán a zenéket úgy válogatta össze a Czerkovicnak a kelléktárából, hogy passzoljon az egyéniséghez és a figurához is. És nagyon érdekes még ebben a darabon, ugye, ami az operettől különbözik, hogy a nagy finálék azok nem zenében, hanem prózában fogalmazódnak meg. Miközben ez egy óriási találkozás Molnár és Czerkovics. Igen, ez egy garancia arra, hogy egy felhőtlen jó kis este legyen belőle. Én most olvastam el, én nem tudtam, hogy ennyire termékeny volt. 30-30 valahány operettet írt, és több mint 800 dalt. Nagyon igen. Sok dalról fogalmunk sincs, hogy ő írta. Sokról azt hiszik, hogy ez mondjuk népdal, vagy igen. Valami ilyesmi, ugye? Igaz, hogy innen-onnan capcarát időnként ezt azért elmondták róla, de ki nem teszi ezt 8 meg? 8 ütemig az mehet. Hogy? 8 ütemig szabad. Addig bárhonnan át lehet igen, venni? Igen. Ehhez a világhoz, ehhez a pesti aszfalt muzsikához, mert így nevezték Czerkovics zenéjét, ehhez te hogy viszonyulsz? Ez a könnyű, kávéházi, bohém, léha élet kísérője? Hát én mondjuk nem vagyok egy ilyen nagyon kávéházi ember, de ezt a muzsikát, ezt szeretem. Tehát, hogyha elmegyek egy jót vacsorázni, vagy mulatni valahova, én nagyon szívesen hallgatom, és elég sokat ismerek közülük. Én most kíváncsi lennék, hogyha a közönség eléggé felszabadul a doktor urlat, akkor például azt a nagyon ismertet, itt is egy részlet elhangzott belőle, hogy az alvilágnak nincs romantikája. Igen. Ez majdnem mindenki fújja. Együtt mernie énekelni a közönség. Szóval nekem úgy bejönne, az lenne az igazi, nem? Hát reménykedjünk benne. Fel fogjátok dobni őket annyira. Reméljük, igen. De azért te igazából a klasszikus operetben vagy otthon, te azt szereted. Igen, ugye igen. Láttam a szerepeket Marica Grófné, tehát ezek a minden évben eljátszandó népszínművek. Hát végigjátszottam a nagy operettirodalmat. És ehhez ragaszkodsz inkább? Nem, olyan szívesen kirándulok most ebbe a Molnár Ferenc darabba. Ez egy felüdülés. És egy nagyszerű próba folyamat volt, tehát egy nagyon-nagyon jó hangulatú próba folyamatot éltünk meg. Még ha nehéz is volt, de hát mindegyik igen, nehéz bemutató, tehát 15-e péntek tálja. Igen. És mi van neked utána? Nem olyan nagyon sokra rá Pompadour, Leofál Pompadour címszerepe májusban. Akkor ehhez előre gratulálunk, köszönöm szépen, nagyon várjuk a 15-ét, hogy a doktor úrnak milyen visszhang lesz, szerintem nagyon jó, mondhatom, hogy biztos siker, de azért várjuk ki a végét. Köszönöm.